Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Sarkadi Krisztina vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Tanműhelyeket építettek és munkagépeket vettek, az agrárképzést fejlesztették Tolna vármegyében. Szakképzés az érettségi után, 20 ágazatot és 40 szakmai kimenetet kínál a Tolna megyei szakképzési centrum. Benzinnel égette halálra rokonát, az elkövetéskor részeg férfi 6,5 év börtön kapott. Ballagnak az óvodások, több ezer gyerek kezdi meg hamarosan az iskolát az országnak ezen a részén. Cukrászati és pék tanműhelyt adtak át Szekszárdon. A közel 4,5 milliárd forintos fejlesztés részeként a déli ASC lengyeli iskolájába pedig új nehézgépeket, köztük korszerű traktort szereztek be. A cél, hogy az agrár szakmákat tanulók naprakész tudást szerezhessenek. Az új tanműhelyben dolgoznak a déli ASC Csapó-Dániel mezőgazdasági technikum, szakképzőiskola és kollégium cukrász és pék tanulói. A legkorszerűbb eszközöket tartalmazó helyiségeket most alakították ki egy közel 240 millió forintos pályázatnak köszönhetően, de a pénzből az intézményhálózat lengyelen található iskolájába nehéz gépeket is beszereztek. Egy teljesen új pék cukrász tanműhelyt sikerült a mai napon átadni, egy ilyen 142 millió forint összköltségvetésből valósult ez meg, míg a lengyel iskolában pedig a mezőgazdasági gépész oktatás feltételrendszerét javítottuk, egy 72 millió forint értékben, ahol egy új New Hollandot sikerült beszerezni, és az ehhez kapcsolódó munkaeszközöket. Horváth István, a térség országgyűlési képviselője, az átadón arról beszélt, 2020 óta, amikor létrejöttek az agrárszakképzési centrumok, Tolna vármegyében egymást érik a fejlesztések, ez pedig garanciát jelent arra, hogy az intézményekben tanuló diákok szakmáik legjobbjai legyenek. Nem régen egy új vágópontot adtunk át, most egy új pék és cukrász üzemet, de a déli szakképző központhoz tartozik a lengyeli szakközépiskola, ott új növénytermesztéshez kapcsolódó mezőgazdasági gépeknek a beszerzése valósult meg. A beruházás több mint 260 millió forint értékben jött létre, és én azt gondolom, hogy ez nagyban hozzájárul térségünkben lévő mezőgazdasági élelmiszeripari szakképzésnek a magasabb szintű üzemeltetésére, illetve működtetésére. Az átadó ünnepségen részt vett Nobilis Márton, az Agrárminisztérium államtitkára is. Ő azt mondta, hogy a kormányzat 750 milliárd forintos támogatási programmal segíti az élelmiszereket előállítókat. Ez az élelmiszeripar jövőjét és alapját letelti. Nekünk az a célunk, hogy a magyar élelmiszeripar mutassa meg azokat a lehetőségeket, amik benne rejlenek, hiszen Magyarország 20 millió ember ellátására már most is alkalmas, de mi azt szeretnénk, hogy a maga bíróállamot megteremtessük, ne szoruljunk importra, és a teljesen ellátást meg tudjuk valósítani azokból a termékekből, amiknek az előállítására képesek vagyunk. A mostani beruházás sorozatra több mint 236 millió forintot költöttek el az intézmények. A nemzetközi példák azt mutatják, hogy az online árfigyelő rendszer, ahogy a kötelező akciózás is, hozzájárul a kiskereskedelmi szektorban a piaci verseny fokozásához. Összességében pedig elősegíti, hogy az év végére egy számjegyűre csökkentsék az inflációt Magyarországon, mondta Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter. Hozzátette, folyamatosan csökkentik a szankciós inflációt, több intézkedést is bevezettek már ennek érdekében. Június 1-től elindul a kötelező akciózás, így minden héten a vásárlók rendelkezésére áll majd egy 20 termékből álló akciós áru élelmiszerkosár az adott boltban, amit a korábbiakhoz képest olcsóbban vásárolhatnak meg. Július 1-től pedig elindul az online árfigyelő rendszer, amely több mint 60 termékkörre vonatkozóan napi szinten és üzletenként teszi elérhetővé mindenki számára a legkedvezőbb árakat. A földgázfogyasztás az október közepétől április közepéig tartó időszakban az egyel korábbi fűtési szezonhoz képest 24,5%-kal, a felhasznált villamos energia mennyisége 7,5%-kal csökkent Magyarországon. Gázból ez hozzávetőleg 2 milliárd köbméteres, áramból 1900 gigawattórás megtakarítást jelent, tájékoztatott az Energiaügyi Minisztérium csütörtökön. A közlemény szerint az enyhe időjárás mellett a kormányzati intézkedéseknek
és a tudatos fogyasztói magatartásnak köszönhető eredmény a következő télen is elősegíti a biztonságos ellátást. A lakosság 22,4%-kal, a gazdaság pedig 26%-kal fogyasztott kevesebb földgázt 2022. október 15-e és 2023. április 15-e között, mint a megelőző azonos időszakban. A Központi Statisztikai Hivatal kalkulációja szerint a háztartások felhasználása mintegy 750 millió köbméterrel, 2,5 milliárd köbméterre, az ipari és intézményi szereplőké közel 1,25 milliárddal 3,4 milliárd köbméterre csökkent. A negyedével alacsonyabb összes fogyasztás 2 milliárd köbméterrel marad el a tavaly tavasszal zárult fűtési szezonban mért értékektől, ismertette a tárca. Az érettségizőknek nyújt számtalan lehetőséget a Tolna megyei szakképzési centrum. A Vármegye 6 városában 8 intézmény tartozik a centrumhoz, ahol technikumi képzések széles köréből választhatnak az érdeklődők, valamint szakképző iskolai oktatásra is jelentkezhetnek. A Tolna megyei szakképzési centrum a most végzős diákoknak nyújt tovább tanulási lehetőséget. Az érdeklődők többek között az érettségire épülő technikumi képzések széles köréből választhatnak, valamint szakképző iskolai oktatásra is jelentkezhetnek. A Tolna megyei szakképzési centrum a megye 6 városában, 8 iskolában kínálja nekik a továbbtanulási lehetőségeiket. Kínálunk lehetőséget egyrésztről szakképzőiskolai, másrésztről technikumi képzések tekintetében. Ami a szakképzőiskolát illeti, ezek a képzések, amennyiben nappali rendszerben folynak, úgy 2 évesek, és komoly piacképes szakmák szerepelnek a palettáinkon. A képzések során a tanulók ösztöndíjat majd a duális partnerhez kikerülve már munkabért kapnak. Emellett tanulmányaik befejeztével akár 300 ezer forint úgynevezett pályakezdési támogatásban is részesülhetnek a diákok. Hangsúlyoznom kell, hogy minden képzésünk ingyenes, hiszen ma egy szakképzőiskolában két szakma és egy szakképesítés megszerzése minden állampolgár számára ingyenes. Ha valaki a szakképzőiskolát követően technikumban folytatná a tanulmányait, akkor számukra az az előny is megvan, hogy komoly előnnyel tudnak bejutni a felsőoktatásba. A képzésekről további információt az egyes iskolákban kaphatnak, illetve még a www.tmsc.hu oldalon tudnak tájékozódni. Az elmúlt 24 órában 3 baleset történt Tolna vármegye útjain. Többek között Szekszárdon, ahol egy férfi autóval közlekedett a Kesselyősi úton, az Epreskert utca irányából az M6-os autópálya felé. Nem tartott megfelelő követési távolságot az előtte forgalmi okból lassító kocsi mögött, így nekiütközött a hátuljának. A nap során hasonló figyelmetlenségből adódó koccanások is történtek. Májustól a nyár végéig lehet számítani a tömegesen feltűnő, a talajhoz közel, jellegzetesen lassan repülő tőrös darazsak feltűnésére, jellemzően a kertek, parkok gyepén, a korhadó fák vagy akár a komposzt közelében. Azonban ezek a rovarok az emberekre, a házi állatokra nem veszélyesek, ugyanakkor biológiai úton segítenek kordában tartani például a cserebogár szaporulatot, áll az MME szerdai közleményében. Ártalmatlanságuk miatt a Magyarországon élő fél tucatnyi faj írtása felesleges, ráadásul az óriás tőrös darázs védett, természetvédelmi értéke 50 ezer forint, elpusztításuk éppen ezért törvénytelen is. Túlnyomó részt termetesek és látványos megjelenésűek, az óriás tőrös darázs, amelynek nősténye csaknem 5 cm-es, egyben Európa legnagyobb hártyás szárnyúja is. Ezek a rovarok nem azonosak a ház körül gyakori és agresszív társas darazsakkal, köztük a lódarázzsal. A tőrös darazsak is rendelkeznek fullánkkal, ezt azonban, ha nem fogja meg őket az ember, nem használják védekezésre, ahogy a mérgük sem támadásra, hanem a lárvák megbénítására szolgál. Benzinnel szándékosan gyújtotta fel a saját házát egy férfi Dunaföldváron. A lángok között bennégett egy rokona is. A brutális emberölés miatt indult eljárásban most született ítélet. A vádlott 6,5 év börtönt kapott. Csak nem teljesen kiégett ez a 70 négyzetméteres ház Dunaföldváron. Az ingatlan saját tulajdonosa gyújtotta fel. Az akkor 53 éves férfi benzinnel részegen lelocsolta a konyhát, majd gyufát dobott rá.
csak hogy rajta kívül még ketten voltak az épületben, mindannyian rokonok, egyikőjük bennégett, az ügyben most született ítélet. A szekszárdi törvényszék ítéletet hirdetett egy ügyben, amelyben a vádlottat halált okozó közveszély okozásának büntettében mondta ki bűnösnek, ezért 6 év 6 hónap végrehajtandó fegyházbüntetésre ítélte, és 7 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától is. A bíróság számításba vette azt, hogy a gyújtogató erősen ittas volt. Súlyosító körülményként értékelte a vádlott önhibából eredő ittas állapotát, továbbá alkoholizáló életmódját, azonban enyhítő körülmény volt a beismerő vallomása, a megbánó magatartása, az, hogy közeli hozzátartozóját veszítette el a bűncselekmény során, valamint azt is enyhítő körülményként értékelte a bíróság, hogy egyebekben a vádlott magatartása miatt ugyan, de a teljes vagyona megsemmisült, hiszen a háza is leégett. Az ítélet egyelőre nem jogerős, mert a vádlott fellebbezett. Ősszel kerülhet a kormány elé a horgászturisztikai stratégia és program. Az előkészítő munkacsoportban a Magyar Országos Horgász Szövetség mellett a miniszterelnökség és a miniszterelnöki kabinetiroda is részt vesz, mondta a csütörtöki sajtótájékoztatóján Budapesten a miniszterelnök főtanácsadója. Nyitrai Zsolt hangsúlyozta, hogy a kormány közéleti tevékenysége a társadalmi párbeszédre épül, ezért a víziturizmus jövőjének alakításában számítanak a horgászok észrevételeire. A több mint 100 000 tagot képviselő MOHOSZ részéről jogos igény, hogy bekapcsolódhassanak a fejlesztésekbe, véleményezhessék a beruházásokat. A konzultációk eredményei mindig hasznosulnak, a kormány figyelembe veszi az érintettek visszajelzéseit, így a horgászok észrevételeire is számít a stratégia kidolgozásakor, tette hozzá. Szakkörök támogatására pályázhatnak szerdától közművelődési feladatellátók a Tudásunkkal kézenfogva a közösségekért program keretében. A Nemzeti Művelődési Intézet szerdai közleménye szerint a kormány támogatásával idén is meghirdetik a programot, amelynek keretében a közművelődési feladatellátók 5 fős kisközösségek létrehozására, valamint szakköri alapanyagok és eszközök támogatására pályázhatnak. A közművelődési intézmények, közösségi szinterek, civil szervezetek, agórák és népfőiskolák július 15-ig jelentkezhetnek. Idén csaknem 5000 szakkör támogatására nyílik lehetőség, mutatnak rá. A felhívás keretében az előjelentkezést minden közművelődési feladatellátó leadhatja az októberben indítható szakkörök támogatására. A program a művelődő közösségek létrehozásának támogatása mellett hozzájárul a közösségépítéshez, a helyi identitás erősítéséhez, a szemléletformáláshoz, valamint elősegíti az aktív közösségi együttműködések létrejöttét, hangsúlyozzák a közleményben. Elkezdődött az óvodai ballagások időszaka. Tolna vármegye szerte több ezer kisgyerek kezdi meg hamarosan általános iskolai tanulmányait. Kétjen, a kicsik szerdán délután búcsúztak el a helyi obitól. Kisbáránynak öltözve tartottak előadást a gyerekek a kétyi óvodában. Idén közel 10 nagy csoportos búcsúzott az intézménytől, hogy szeptemberben beülhessen az iskolapadba. Az alap az évek óta így van, hogy történetbe ágyazottan történnek a versek, énekek. Én írom az egész műsort, ha kell, akkor verset írok, éneket szerkeztek, ami éppen illik a műsorba. Hallott valami? Péket a sorszájának, messzi jön és meghallom. És mit csinálsz a szombaton? Kérdezem, hogy hol jártatok még pályánkáim. A település polgármestere elmondta, hogy az óvoda pedagógusai minden évben megtesznek mindent azért, hogy színvonalas műsorral búcsúztassák a nagy csoportosokat. Hogy legyenek ugyanilyen vidámak, mint amilyen ebbe a 3 évben voltak itt az óvodába, vagy akár 4-be. És tanuljanak szorgalmasan, és hozzanak sok büszkeséget a településünkre. A ballagó nagycsoportosokat a hagyományoknak megfelelően az óvónők egy kedves kis ajándékkal lepték meg búcsúzóul. Regionális híreink következnek. Fontos a prevenció, növekszik a skarlátos megbetegedések száma a gyermekek körében. Ki kell egészíteni a dokumentumot, néhány adózói körnek nagyobb figyelmet kell fordítani a bevallási tervezetre.
A Pécsi harmadik színház is részt vesz a 10. színházi olimpián, a beregszásziak a tótékat adják elő. Egyre nő a skarlátos megbetegedések száma a gyerekek körében. A jellemzően tavasszal és ősszel jelentkező betegség tüneteit jobb időben felismerni. Izomfájások, hát a korézzel erről van szó. És a néhány nap biztosan nem kell antibiotikum. A tavasz beköszöntével újra emelkedésnek indult a skarlátos megbetegedések száma a gyermekek körében. Ennek az okáról kérdeztük a Baranya vármegyei kollegális szakmai vezető házi gyermekorvost, dr. Pátri László Jánost. Valójában évről évre tapasztaljuk, hogy a skarlát őszi-téli időszakokban tavasszal is megszaporodik az előfordulása. Ennek elég egyszerű magyarázata van. Ennek a toxintermelő baktériumnak a forrása az emberi tolok. És nyilvánvalóan seffertőzéssel terjed, illetve a fertőzött váladékokkal kéz keresztül is át lehet adni. Ebből következik, hogy amikor szorosabb közösségben élnek a gyerekek, mert ez főleg az ő korosztályokat érinti, akkor ennek megugrik a száma. A betegség általában jellegzetes tünetekkel jelentkezik. Jellegzetesen egy nagyon magas lázzal járó betegség, ezek a gyerekek rossz állapotban, állatlanos állapotban vannak, megviseli őket, akár 40 fokos láz is lehet. Ami a szülőket nagyon hamar felszokott tűnni, ez a málna nyelv. Ez azt jelenti, hogy a nyelven van egy fehéres lepedék, a szél az élénk piros, esetleg a szájpadon is láthatnak piros foltokat. Az említett tünetek mellett még több testrészen égő, viszkető kiütésként is jelentkezhet a skarlát. Megtudtuk azt is, mi a teendő, ha a gyermekünk már elkapta a betegséget. De a skarlátszerű tünetek miatt fellépte esetén azon orvoshoz kell fordulni, hogy a szövődményeket kikerülhessük, hogy ugye a kezelés másik célja, hogy lerövidítsük a betegséget nyilván a gyógyuláson túl, és van egy olyan célja is, hogy a közösségi terjedésnek a útját tudjuk elvágni. Természetesen a betegség megelőzése a legjobb védekezés, ehhez már a COVID miatt jól ismert szabályokat kell betartanunk. Az egyéni vállalkozóknak, az őstermelőknek és az áfás magánszemélyeknek nagyobb figyelmet kell fordítaniuk a bevallási tervezetre. A dokumentumot ugyanis ezeknek az adózói köröknek ki kell egészíteniük. Amennyiben ezt nem teszik meg május 22-éig, felszólítást kapnak, további mulasztás esetén pedig bírság is kiszabható. Már csak néhány nap van hátra a személyi jövedelemadó bevallás beadására. Május 22-éig a NAV által készített tervezet a magánszemélyek esetében automatikusan bevallássá válik. Azonban az egyéni vállalkozók, az őstermelők és az áfás magánszemélyek esetében ez nem így van. Ezeknek az adózóknak még van teendőjük a dokumentummal. Az őstermelőknek, az áfás magánszemélyeknek és az egyéni vállalkozóknak nem lesz automatikusan bevallás május 22-én a bevallási tervezet. Őnekik mindenképpen ki kell egészíteni ezt a tervezetet a saját tevékenységük adataival. Mivel az adóhivatal a kifizetők, munkáltatók által beküldött adatokat használja fel a tervezet elkészítéséhez, ezért ezen adózói körökben ezek az adatok nem szerepelnek teljes körűen, ezért kell a bevallást kiegészíteniük. Minden tevékenységre a speciálisan jellemző adatokkal, bevétel, költség és jövedelem adatokkal kell kiegészíteni ezt a bevallási tervezetet, és csak ezután lehet elektronikusan elküldeni, és így lesz majd bevallás belőle. Emellett az őstermelőknek még arra is oda kell figyelniük, hogyha a tevékenységükből származó éves bevételük nem haladta meg az 1,2 millió forintot, és más adóköteles jövedelmük sem volt, akkor nem kell benyújtaniuk a bevallást. Az érintettek ezt a NAV által kiküldött kiegészítő nyilatkozaton is jelezhetik. Abban az esetben, hogyha május 22-éig nem érkeznek meg ezek a bevallások, akkor a hivatal felszólítja az érintetteket határidő kitűzésével a bevallás pótlására. Ha ekkor sem történik meg a bevallás pótlása, akkor mulasztás miatt bírságolhatók ezek az adózók. A bevallás elkészítéséhez bármelyik ügyfélszolgálaton kérhető segítség, vagy a 1819-es infóvonalon is kaphatnak tájékoztatást az ügyfelek. Két határon túli magyar nyelvű előadás befogadásával a Pécsi harmadik színház is csatlakozott a 2023-as esztendő legjelentősebb világszínházi eseményéhez, a 10. színházi olimpiához. Az aradi-szegedi koprodukcióban született Karnyóné előadás nagy sikerrel lezajlott áprilisban, május 16-án és 17-én pedig a Beregszászi Teátrum művészeinek előadásában az örkénymű, a tóték látható a Pécsi Színházban.
Egyszerű oka van annak, hogy éppen Örkény István Tóték című darabjával érkezett a Beregszászi Színház Pécsre a 10. színházi olimpia keretében. Ez pedig a közönség és a pécsi 3. színház igénye volt, mondta Sin Edina, a Kárpátaljai Magyar Drámai Színház igazgatója. Azt a darabot, amely tavaly érte meg nagykorúságát, hiszen több mint 18 éve van műsoron a Beregszászi Színházban. Ez idő alatt kisebb változásokon ugyan átment, de elmondhatjuk, hogy a születése óta ugyanabban a formában játsszuk, ugyanazzal a mondani valóval, és majdnem ugyanazzal a szereposztással. Ágika szerepét kivéve nem változott. Ágikát egyetemi hallgatónk és már újdonsült színházi munkatársunk Polyák Anita alakítja. Azért is különleges számukra ez a Vidnyánszky Attila által rendezett darab, mert a Beregszászi Színház háborús pillanatát idézi meg Örkény István klasszikus darabjával, hangsúlyozta a színházigazgató. Hiszen éppen ezt játszottuk Tiszakécskén azon a bizonyos februári napon 2022-ben, és megjelenítette mindazt számunkra egyfajta spirituális töltettel, ami a valóságban is megtörtént Ukrajnában. Azóta is ezzel a tudattal, ezzel a töltettel játszunk, és úgy gondolom, hogy akkor, amikor a pécsi nézőkhöz elhozzuk az előadást, valahol hirdetjük az aktualitását is, a béke üzenetét, a háború önkényét is igyekszünk ezzel a darabbal megmutatni, és a béke melletti kiállásunkat erősítjük. A Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház előadását 2023. május 16-án és 17-én tűzte műsorára a 10. színházi olimpia keretében a Pécsi 3. Színház. Az aradi-szegedi koprodukcióban született Karnyóni előadás és a Tóték határon túli magyar nyelvű produkció befogadása révén a Pécsi Teátrum részese a 70 helyszínen több mint 7500 résztvevővel zajló nemzetközi színházi seregszemlének, melyre 58 ország, 400 társulata, 750 előadást hoz Magyarországra. Végül mutatjuk legfontosabb Tolnavár megyei híreinket még egyszer röviden. Tanműhelyeket építettek és munkagépeket vettek, az agrárképzést fejlesztették Tolnavár megyében. Szakképzés az érettségi után, 20 ágazatot és 40 szakmai kimenetet kínál a Tolna megyei szakképzési centrum. Benzinnel égette halálra rokonát, az elkövetéskor részeg férfi 6,5 év börtönt kapott. Ballagnak az óvodások, több ezer gyerek kezdi meg hamarosan az iskolát az országnak ezen a részén. Pénteken kelet felől tartós melegedés kezdődik. A Dunántúlon változóan, főként délelőtt még erősebben felhős idő várható. Délután csökken a felhőzet, és egyre inkább a napsütés válik jellemzővé. Elvétve előfordulhat gyenge zápor bárhol az országban. Éjszaka már nem valószínű csapadék, kiderül az ég. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!